Többe fog kerülni a töltött káposzta karácsonyra, újabb adomány érkezett Karcagra. Ezüst vasárnapi forgalom a boltokban, 75 éves a kutatóintézet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 14-én 18 óra 5 perckor. A háziasszonyok karácsony előtt igyekeznek időben beszerezni az ünnepi vacsorához mindent. Milyen árakra számíthatnak a húsboltokban? Kérdeztük Deák Ferencnétől. A húsboltban a vásárlók már elkezdték a beszerzést a töltött káposztához és a kacsasülthez is. A klasszikus töltött káposzta a karácsony egyik jellegzetes étele. Mellé gyöngyi húsleves, töltött húsok, disznótorosok is sok helyen az ünnepi asztalra kerülnek. Ezek hozzávalói a boltban megtalálhatóak épp úgy, mint a kacsacomb, kacsamell, de karácsonykor sláger a kacsamá is, tudtuk meg a szakembertől. Van, aki hasábkáposztából tölti a káposztát, darált hússal az nagyon, de nagyon szeretik a dagadót, a lapockát, de van, aki apró káposztával készíti, gombócos káposztának, úgyhogy vegyesen fog most fogyni a kereslet. Füstölt termékekből a klasszikus tarja, a füstölt csülök, a füstölt bordaszél, kolozsvári szalonna, van, aki szereti a töltelék közé, van, aki a töltelékbe. A halászlé mellé pörkölt és kocsonya is kerül, utóbbiakhoz a hozzávalók adottak. A szakember az ünnepi ételek mellé reggelire egy jó kis kacsazsíros pirítóst ajánl, vagy kacsazsíros kenyeret hagymával, bár ezek nem annyira lájtos ételek, de májpástétomot is lehet készíteni gyümölcsel, sajtokkal tálalva. Deák Ferencnék ünnepi asztalán a halászlé elmaradhatatlan, de harcsafilé sütve egy kis szósszal, gyöngyiből húsleves, töltött káposzta és sültek kerülnek mellé. Mákos és diós kalács is, linzer és mézes kalács is lesz. Többet kell fizetni idén az ünnepi töltött káposztáért. A legfontosabb alapanyag a káposzta ára ugyanis drasztikusan emelkedett. Egyes fajták 20, de olyan is van, amelyik 50%-kal kerül többe, mint tavaly. Jelenleg a sertésdagadó, ami a legkedveltebb a töltött káposzta alapanyagához, az most nálunk 2490 forint. Van, aki a soványabb húsrészekkel szereti készíteni, a sertéscomb, ugye az most árstopos, 1650 forintért kínáljuk. A káposzta viszonylatában az nem olyan túl sokat változott, emelkedett, annak most jelen pillanatban 750 és 800 forint között mozog az ára. A füstöltáró, amit nagyon szeretnek hozzá a vásárlók, az is emelkedett, de... Tehát 3500 forinttól, tehát 2950 forinttól mondom inkább a szalonnaféléket, egészen 4200 forintig megtalálják ezeket a termékeket, amiket szeretnek füstöltből, akár tarját, akár kolozsvári szalonnát, akár csülköt, akár füstölt bordaszélt. Megnéztük a karcagi piacon, mit is keresnek a vásárlók. Sertéshúsból és füstölt hús mellé, azzal meg. Magyaros, tehát ugye fokhagyma, só, bors, mint a kolbászhús, füstölt szalonnát teszünk, kis apró káposztát, aki szereti tejföllel. Deák Ferencnék Szenteste napján 12 óráig várják a vásárlóikat, hogy mindenki asztalára oda kerülhessen az, amit szeretne. Újabb adomány érkezett Karcagra. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás idősek otthona és háziorvosi intézmény Zöldfa úti idősek otthonába, amelyet Fodor Gusztáv lelkész a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör nevében adott át. Ez gyakorlatilag egy újabb menetrend szerinti jótékonysági járat Karcag felé a Tiszatavi Keresztény Polgári Körtől. Holland Gyermekek Szükségben Alapítvány az elmúlt hónapban küldött nekünk egy 80-100 köbméternyi adományt, és arra gondoltunk, hogy ennek a nagyjából az egyharmadát ide fogjuk Karcagnak adni, és ennek a vállalásnak gyakorlatilag ez egy jelentős része. Összesen egy ilyen 45 darab matracot,
Látszik itt egyébként két kórházi ágyat, két betegemelőt és egy ilyen nagyon speciális fotelt hoztunk ide, és felületfertőtlenítőket is hoztunk, és ennek körülbelül az összértéke egy ilyen 2 millió forint. Az adományt Fótosné Ceglédi Zsuzsanna Tiszaders polgármesterével közösen adta át Fodor Gusztáv. A település vezető is tagja a Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek. Tiszadezs polgármestereként én örömmel örültem annak, amikor lelkész úr megkeresett, hogy legyek tagja a Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek, hiszen ez egy fantasztikus kezdeményezés, és ugye a telephelye, a székhelye az a mi kis falunkban van. És én örömest adtam választ arra, hogy szívesen teszem, és jövök, csatlakozom a csapathoz, hiszen tényleg itt a Tiszató környékén, a Nagykunság környékén élő embereket támogatjuk, segítjük, és nagyon örülünk annak, hogy most itt a karcagi idősek otthonának hozhattunk el itt adományokat. Polgármesterként én igyekszem, ahogy az időm engedi, igyekszem részt venni ebbe a munkába, és feladatom, hogy ugye a település vezetőkkel, polgármester kollégákkal kapcsolatba kerüljek, és informálódjak, hogy kinek mire van szüksége, és akkor így tudjuk a településen élőket segíteni. Az időseknek érkezett adományt Kelini Deák Krisztina intézményvezető helyettes és munkatársai vették át. Nagy örömmel fogadtuk és szívesen vártuk az adomány érkezését az idősek otthonába. Mivel itt az intézményünkben, az idősek otthonában 171 fő ellátottunk él, így nagy segítséget jelent az adomány, amely nem csak az ellátottaink komfortérzésének a javítását célozza meg és javítja, hanem egyben munkatársainkat tehermentesíti és megkönnyíti a munkavégzésüket. Szepesi Tibor Karcag polgármestere is részt vett az adomány átadásán, ahol megköszönte a polgári kör újabb támogatását. Természetesen nagyon örülünk minden adománynak, hiszen abban a helyzetben vannak intézményeink, amikor bár nagyon sokat fordít rá az önkormányzat, és nagyon odafigyel arra, hogy minden rendben legyen, és minden tökéletesen működjön az intézményben, de mindig vannak olyan adomány lehetőségek, amelyeket természetesen fel tudunk használni a mindennapi életbe. Valóban nem először kaptunk támogatást a Tiszatavi Keresztény Polgári Körtől, és hát nagyon köszönjük ezt a jelenlegi felajánlást is. Valóban 2 millió forint érték, de ha azt nézzük, hogy ennek a felhasználása mekkora értéket jelent valójában, akkor ez ennél sokkal többet is jelenthet. Ezüst vasárnap többen keresték fel az üzleteket. A családok jó része ugyanis ilyenkorra időzíti a nagyobb kiadásokat. Ezüst vasárnap, advent harmadik vasárnapja. Ilyenkor mindenki igyekszik készülődni az ünnepekre. Már nálunk nagyok a gyerekek, úgyhogy mi már nem nagyon ajándékozunk. Most saját részre válogatok fenyőfadíszeket, hogy tudjak egy picit újítani színben. Vannak, akik ilyenkor már az elálló sütiket készítik, vannak, akik a nagy takarítást kezdik el, és nagyon sokan indulnak az üzletekbe a karácsonyi ajándékokat, vagy a karácsonyi menü hozzávalóit beszerezni. Beugrottam körülnézni, hát amit úgy megláttok, hogy számomra érdekes mondjuk, azt... Karácsonyfadíszt szeretne? Hát azt igen, azt néztem itt most. De úgy egyáltalán mindent mondjuk... Hát szép, minden szép. Emiatt az ezüst vasárnap nyitvatartó üzleteket érezhetően többen keresik fel. Vannak, akik még csak nézelődnek, de vannak, akik ilyenkorra időzítik a nagyobb kiadásokat. Van összeghatár is, persze, ezt már előre megbeszéljük, hogy körülbelül mennyiért, és akkor utána jön az, hogy ennyi keretből mit lehet megoldani. Idén 75 éves a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézete, mely alkalomról konferencián emlékeztek meg. A Karcagi Kutatóintézet egyike azoknak a hagyományos tájintézeteknek, amelyek több emberöltő óta szolgálják a magyar agrár- és élelmiszergazdaságot. Környezetének sajátossága, hogy a gazdálkodás, az állattartás és növénytermesztés hagyományai a Nagykunság több száz éves identitásában gyökereznek. A mai jubileumi ünnepségünknek az a tematikája, hogy a résztvevőknek bemutatjuk az intézet történetét röviden, visszatekintve azokra az időkre is, amire azért sokan már nem emlékeznek a mai fiatal generáció tagjai közül. Bemutatjuk az intézet volt igazgatóit röviden,
illetve kifejezetten ugye három kutatási terület az, amit az intézet már 75 éve művel. El fog hangzani, hogy ezek hogyan alakultak ki, és a mai helyzetet fogják bemutatni a kollégáim, a földművelési kutatások múltját és jelenét, a növénynemesítési kutatások múltját és jelenét, illetve a juhászati és gyepgazdálkodási kutatások múltját és jelenét. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy nagyon jó áttekintést adunk arról, hogy honnan is indultunk és hova jutottunk el ez alatt a 75 év alatt. A másik része ennek a mai rendezvénynek, ez egyúttal egy könyvbemutató is lesz, hiszen elkészült, friss, ropogós az a tanulmánykötet, amit a Kutatóintézet jelenlegi kutatási tevékenységeinek a bemutatására szántunk. Ez kifejezetten ugye a jelenlegi kutatói állomány tollából származó cikkek, lektorált cikkek, egyébként tehát tudományos igényességek, tudományos publikációknak számítanak, és ezt a tanulmánykötetet is, ami mindenképpen ugye kifejezetten az egyes kutatóknak a szakterületét mutatja be, legújabb eredményeket, illetve azokat a módszereket, amiket mi alkalmazunk a kutatás során. Ezt foglalja össze ez a tanulmánykötet, és minden jelenlévőnek természetesen adunk majd ebből egyet, és én úgy gondolom, hogy akkor nem csak a múltat, hanem a jelent is komplexen meg tudja ismerni az összes résztvevő, aki megtiszteli a jubileum ünnepségünket. Igyekszünk gyakorlatorientált kutatási tevékenységet végezni. Én úgy gondolom, hogy a tájkutató intézeti jelleg az most is megmaradt. A tanulmánykötetben is pontosan ilyen eredményeket mutatunk be. Ezek az eredmények mind közvetlenül hasznosíthatók a gyakorlat számára. Igyekszünk fenntartani a gazdálkodókkal, a környékbeli gazdálkodókkal is a kapcsolatot. Van szakmai tanácsadótestületünk is, ami segíti a munkánkat, illetve mi is segítjük az ő munkájukat. Hát sajnos a covidos időszak alatt ugye ez a diszemináció, ez a tudás transfer, ez kevésbé működött, mert nem tudtunk rendezvényeket tartani, de úgy tervezzük egyébként, hogy illetve hát most az aszályos év is ennek akadályát képezte, sajnos nem volt mit megmutatni a nagy közönségnek, de úgy terveztük, hogy ez a jubileumi év, ez kiterjesztésre kerül, és jövő évben még lesznek olyan rendezvényeink, amelyek rákapcsolódnak erre a mai nyitó eseményre. Ebben lesz majd ugye a Városházán rendezett városi ünnepség is, ezt már a polgármester úrral megbeszéltük, illetve lesznek majd szakmai bemutatóink is. A konferencián dr. Gyurica Csaba rektor szólt arról, hogy a Karcagi Kutatóintézet 2021-ben integrálódott be az akkor megalakuló Magyar Agrár és Élettudományi Egyetembe. Létrejött egy olyan nagy, egységes, egyetemi agrárfókuszú felsőoktatási intézményi központ. Benne a gyakorlati, kutatási háttérrel, intézményrendszer színejavával, amely egységbe kovácsolja, és egy egységes európai felsőoktatási kutatási térben is értelmezhetővé teszi a hazai agrárfelsőoktatást és kutatást. És számomra személy szerint is nagy öröm, hogy ennek az intézményrendszernek része a Karcagi Kutatóintézet. Egy olyan intézményrendszert működtetünk, indítottunk útjára 2021. február 1-én, amely centralizál, de csak a szükséges mértékben centralizál. Azokat a vidéki és a tájkutatáshoz kapcsolódó műhelyeknek a munkáját megtartja, sőt nem csak megtartja, hanem erősíteni kívánja, és ebben a Karcagi Kutatóintézet egy nagyon fontos és központi szegmense ennek az intézményrendszernek. Dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter egy ajándékkal érkezett. Én szeretném megköszönni mindazt a munkát, amit az intézet vezetése annak dolgozója az elmúlt években tettek a magyar mezőgazdaságért, a térségért, a városért, hiszen ez egy egyedülálló és nagyon értékes tevékenység. Itt a mi számunkra, karcagiak nagykósági emberek számára a Kutatóintézet az első számú tudományos műhely, a kisugárzása, a teljesítményei beépülnek a tájba, a gazdálkodásba, és a gazdáknak, a itt élőknek a gondolkodását, a hozzáértését, a boldogulását is nagymértékben elősegítik, illetve formálják.
fogalmazott a képviselő, majd két családi könyvet ajándékozott az intézménynek. Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere köszöntőjében szintén azt hangsúlyozta, hogy a folyton változó agrárkörülmények mellett az intézetben születő eredményekre egyre nagyobb szükség van. Egy város életében vannak meghatározó intézmények, épületek, közösségi szinterek. Ma egy ilyen meghatározó intézmény 75 éves évfordulóján lehetünk jelen. Hogy 75 év sok vagy kevés, azt persze nehéz ma megmondani. Ha tőlem fiatalabbakat kérdezzük, akkor nyilván sok. Ha tőlem idősebbeket, akkor persze kevés. De talán nem is a kora lényeg egy intézmény életében, hanem az a vállalt küldetés, amelyet létrehozásakor neki szántak az alapítók. Az a célkitűzés, melyet a kezdetek idején megfogalmaztak az intézmény létrehozói, az, mely az évek folyamán kiforrott munkává vált, és kézzelfogható eredményekben mutatkozik meg napjainkban. A mai kor követelményeinek, a felgyorsult urbanizációnak, a mai megváltozott mezőgazdasági termelésnek egyre nagyobb szüksége van azokra az eredményekre, melyekre itt, e falak között végzett kutatások mutattak rá. A Karcagi Kutatóintézet 75 éves évfordulójára egy jubileumi kiadvány is készült, amely tanulmányai bemutatják a földművelési és vidékfejlesztési osztály, a növénynemesítési és fajta fenntartási osztály, a juhászati és gyepgazdálkodási osztály, valamint a központi laboratórium időszerű munkáit, amelyek eredményei a gyakorlatban is átültethetőek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!